A Belgrád avizen megvalósulás ellen tüntettek a Demokrata Párt, az Új Demokrata Párt és a civil szervezetek képviselői Belgrádban. A megmozduláson felszólalók úgy vélik, a kormány elárulta az országot, mert külföldi érdekek kezére játszotta a fővárost. Goran Milicevic, a belgrádi közgazdasági kar tanára szerint a megvalósulás előtt álló projekt felesleges pénzkidobás. Kula, 200 metara, shopping mall, city poslovni sa zgradama po 30 metara, stambene zgrade sa 30 metara, ne, 30 pratova, pardon, nisu potrebni Beogradu ili uopšte, ili bar ne na toj lokaciji. Egy tiltakozó hangja sem állhat a fejlődés útjába, nyilatkozta Alexander Vučić. A szerb kormányfő a Belgrád avizen két lakótömbjének alapkületételén elmondta, hivatalosan is megkezdődött a 3,5 milliárd euró értékű fővárosi építési program megvalósítása. Ovde će da rade hiljade ljudi na izgradnji, a onda kada budemo napravili ovo, radit će desetine hiljada ljudi. To će nam se videti i na bruto domaćem proizvodu, to će nam se kasnije videti i na većem PDV-u, to će se videti na sveukupnom rastu, razvoju. Az alapkövet Alexander Vučić szerb miniszterelnök és Mohamed Al-Abar az Eagle Hills vállalat igazgatója helyezte le. A két lakóépületben 296 lakást építenek ki, ezek eladása október 3-án kezdődik, ekkor közlik majd a négyzetméterenkénti árat is. A tartalmak között tetőkert, játszótér, medence, fedett medence, öltözőhelység, jogázásra, pihenésre, sportaktivitásokra szolgáló helyiség is szerepel, mondta el Mohamed Al-Abar. Az Egyesült Arab Emírségekből érkező beruházó kiemelte, eddig 6500-an érdeklődtek a lakások iránt. A lakótömböket a tervek szerint 2,5 éven belül befejezik. A kiépítésben szerbiai vállalatok is részt vesznek. I hope that we surprise the people and we deliver better than what we promise. We still need luck because there is no job that's easy. If it was easy, everybody will do it. But it's a difficult thing and we like to do difficult things. A szerződésben rögzítették, hogy a Belgrád avizen teljes munkálatainak legfeljebb 30 éven belül be kell fejeződniük. Az elképzelések szerint az idegenforgalmi, üzleti és gazdasági központban a 17 ezret is meghaladhatja majd a beköltözők száma. Az Eagle Hills 99 évre kapta bérbe az építési területet Belgrádtól.